következő előadás a csúcsfejek. Sallag, nővérődési központ, könyvtár, zalagy. Bishopnő, Heisinger Katalin, a láthatatlan kisfiú, a rendező darabja. A csoport folyamatos változás mellett működik. Minden évben csatlakoznak új tagok, illetve mennek el a régiek közül, akik más iskolában mennek tovább tanulni. A gyerekek szívesen vesznek részt a rendezés folyamatában. A csoport gyakran kapott arany, illetve ezüst minősítést a tevékenységei során. Felkészítő tanár, Bishopnő, Heisinger Katalin. Fogadják minket sok szeretettel! Szerintem láthatatlan, hogy mit szoktak enni.
első randia. És a mamát tudja. Észnő vagy, az nagy gáz lenne, nehogy elárulj. Ki az a szerencsés? Hát ki más, Attila 8B-ből. Hú, csupa izom vagyok és menő. Szerintem egyáltalán nem jó a legmenőbb a 8-ban. Ki kérdezett benneteket? Ne szóljatok már bele a nagyobb dolgába, világos? Most a nagyobb vagy, azt hiszed, hogy csak úgy leszólhatsz? Azt. Hadd csak, úgyis hamar véget érünk vele ez a nagy szerelem. Én valami kis macskanyávadást hallottanám. Jó, nyilván vannak a vakarékok. Úgyis megmondtam az anyukádnak. Múltkor tornaórán is nagyon nézett. Na rá, hogy nézett, csapásra fut. Segítettél, csak nézted. Jáva vagy? Egyszer nem áll bennünket senki. Igen.
látnak bennünket, de nincs semmi vicces abban, ha valakinek húzogatják a haját. De ez csak vicc! Ez is fájnak Józsi úr! Akkor is! Belegondoltál már abba, hogy hogyan fogunk visszaváltozni? Én nem akarok visszaváltozni! Nem az a sikadó játék! Te tudod, de én szeretnék anyáikkal koncertre menni. Különben is. Nagyon megijednének. Akkor miért akartál láthatatlan lenni? Már másodszor kérdem, és még mindig nem értem. Mert anya nem akarta megvenni nekem azt a nagy lányos ruhát, amit a kirakatban látom. Fúj, ez igen lányos. Akkor is. Belegondoltál már abban, hogy például te sem kapod meg a születésnapi tortádat és az ajándékaidat? Kinek adják majd, ha nem látnak senki? Sőt, még a rendőrségre is elmennek. Mindenki sír, hogy eltűnjél. Azt fogják hinni, hogy elraboltak. Figyeljetek rám egy picit. A holnapi kirándulás meg teszéljük meg. De előtte kérdezem. Tudtok valamit Babettről és Barnusról? Lehet, hogy betegek? Nem jelentették a szülők. Jaj, nem. Tudtam, hogy ebből baj lesz. Erre én sem számítottam. Én nem láttam őket reggel a buszon. Jó, majd utána járok. Biztos elvitték őket az UFO-k egy idegen bolygóra. Hát téged meg onnan hoznak. Jó, szerintem térjünk vissza a kirándulásra. Akkor ők holnap nem jönnek velünk. Mi az, ha nem? Nem maradok itt, ott! Nem is baj, úgyis csak egy kis csöpp van, aki folyton piszkálja a lányokat. Na, ezt se nekem mondták. Hosszúd vannak rajtad! De jó, vannak nincs, Suri. Ne felejtsetek el labdát, tollasütőt betenni, és hozzatok fürdőruhát is. Jó kis nap lesz. Apróka, apróka, hát azon vissza a valóska. Anya, szeretlek! Anya, szeretlek!
vettem, kislányom, hol bulkáltál eddig? Már mindenütt kerestelek. Anya, te látsz engem? Hát megtört a varázslat. Mi van veled, kislányom? Hát persze, hogy látnak. Ez egy újfajta játék? Nem, ez nem játék. És soha többet nem akarok láthatatlan lenni. Nagyon meglepődnék, ha sikerülne. Utás kezet mosni, kész a vacsi. Már mindenki rád vár. Csak hogy előbb bújtál, mert mindenütt kerestelek. Én el sem bújtam csak. Hát ne is. Mi nem tartjuk azt a világra szóló szülinapot? Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear.